Egyszer Mátyás királynak a Hortobágyon átvitt az útja. Este volt már, látta a király, hogy egy tűz mellett juhászok tesznek-vesznek. Éppen a vacsorát készítették egy nagy bográcsban. Lebbencsleves főztek, pergelték a szalonnát, a hagymát, megpapriházták, felöntötték, majd száraz tésztát tettek bele. Igazi műalkotások színesítették a Művészetek Háza homlokzatát a tavalyi mesefesztiválon. A program kétségtelenül legszínesebb eseményére idén a vártnál többen adták bejelentkezésüket, derült ki a sajtótájékoztatón. A Hári János mesefesztivál egyik leglátványosabb eleme az az úgynevezett fényfestés. Szombaton 21 órától rendezzük meg, és tulajdonképpen azt mondjuk, hogy több mint 440 alkotás érkezett be, és hétfőig tudnak a Facebookon szavazni a legszebbre, a legjobbra, és a legjobbakat majd a Művészetek Háza homlokzatán fogjuk kivetíteni. Ez egy nagyon látványos és szép eleme ennek a rendezvénysorozatnak. A Mesefesztivál tavaly országos városmarketing díjat nyert programja volt a szekszárdi éves program kínálatnak. Népszerűségét jól jelzi, hogy közel 3000-en voltak kíváncsiak a rendezvényre. Idén a Grimm mesék világába kalauzolja el a látogatókat a két nap, Rigó Csőr király és a Béka király fi kalauzolja majd a résztvevőket. Összesen több mint 50 produkciót láthat a nagyérdemű, ebben 22 színpadi formáció mutatkozik meg. Természetesen idén is a sokszínűség a cél, és az a cél, hogy ezen a hétvégén a gyermekek és a családok valóban megtalálják a kedvükre valót, és tényleg azt érezhessük, hogy ebben az országban ezen a hétvégén szexárd a mese, a játék és a jó kedvnek a fővárosa. Azt a célt, amelyet szerettünk volna annak idején elérni, hogy gyerekek még jobban ismerjék meg a mesét, másképp viszonyuljanak a meséhez, szeressék meg a mesét és olvassák a mesét, azt a célt elérte. Ez már egy kicsit talán túlmutat ezen, és inkább valóban arról szól, hogy a szekszárdi, szekszárd környéki családok ki tudjanak ide jönni ebben a két napban, jól tudják magukat érezni, és újabb közösségeket tudjanak alkotni. Tehát egyfajta közösségépítés a fiatalabb korosztálynál, illetve a családoknál is. Azt gondolom, hogy a városnak ez a dolga is feladata, hogy a fiatalok, kisgyermekesek számára ne csak infrastruktúrális fejlesztéseket valósítson meg, tehát óvodai iskolai beruházásokat, vagy éppen bölcsődei fejlesztéseket, hanem olyan rendezvényeket hozzon ide, ahova érdemes kilátogatni, ahova jó kijönni, jól érzik magukat a családok. A rendezvény lebonyolításában a civil szervezetek és az önkéntesek, míg a programcsomagban a város oktatási intézményei vállaltak szerepet. Gerzsei Péter azt mondta, meg kell tanítani a gyerekeket megélni a közösség élményét. A legcélszerűbb ugye úgy tanítani, hogy úgy érezzék, hogy nem is tanulnak, hanem ugye van egy szuper rendezvény, a gyerekeket azt látjuk, hogy szívesen mennek versenyekre, szívesen akár sportversenyre, akár tanulmányi versenyre. Ugye, hogyha azt érzik, hogy valahol valamilyen eredményt elérhetnek, akkor annak érdekében szerintem leteszik a tabletet, a telefont, kezükbe vesznek mondjuk egy Hári János mesefesztivál kapcsán mesekönyveket, és olvasnak. És ugye ez a szuper ebben az egészben, hogy nem csak a tananyag van, nem csak órára tanulnak, nem csak ott mérettetnek meg, hanem egy külső rendezvényen részt vesznek, és versenyeznek más iskolák diákjaival. A Prométheusz Parktól a Művészetek Házáig színpadi produkciókkal, kézműves foglalkozásokkal, mindenféle ügyességi játékokkal, állatsimogatókkal fogjuk vágni az érdeklődőket, és nagyon nagy öröm számunkra az, hogy ebben jó partnereink a helyi civilek. Azt mondhatjuk, hogy 22 civil szervezet dolgozik azon, hogy tényleg ez a hétvége a gyermekek számára nagyon kedves és szép lássan. Nagyon fontos azt is elmondani, hogy ez megint egyfajta összefogás, hiszen a szekszárdi munkáltatók, vállalkozások is ezeket a rendezvényeket magukénak érzik, és itt támogatnak is bennünket. Konkrétan ezt a rendezvényt 16 szekszárdi vállalkozás támogat, ennek köszönhető az, hogy a programoknak nagyon nagy rész, jelentős része az ingyenesen elérhető lesz. Május 25-én mesevárossá változik Szekszárd. A szervezők azt remélik, túlszárnyalja az érdeklődők száma a tavait, és biztosak abban, mindenkinek jut majd egy meseszelet, amit magával vihet élményként a jövő évig.